Cicki Zoltán a középiskolások pallérozása mellett egyetemistákat is oktat. Véleménye szerint a tudományok iránti alázattal és kellő szorgalommal jól elsajátítható ez a nehéz, ám de annál logikusabb tantár. Ma a szilárd anyagokról és a halmaz állapot változásokról lesz Kedves diákok, ez az érettségi 2017. Az elmúlt adásokban a különböző halmazállapotok közül a gáz és a folyékony halmazállapottal ismerkedtünk meg. Ebben az adásban a szilárd halmazállapottal fogunk megismerkedni, és a szilárd halmazállapoton kívül még megismerkedünk majd a halmazállapot változásokkal is. A halmazállapotok különböző fajtájhoz nézzük meg a következő ábrát. Az ábrán láthatjuk, hogy miben tér el egymástól a gáz, folyékony és szilárd halmazállapot. A gáz esetén ugye visszaemlékezünk a gyakorlatilag a részecskék közötti kölcsönhatás elhanyagolható, folyékony halmazállapotban erős, a szilárd halmazállapotban a részecskék kémiai kölcsönhatása nagyon erős. A részecskék mindössze a szilárd halmazállapotban helyhez kötött rezgőmozgást végeznek, tehát ott sem mozdulatlanok. Ennek köszönhetően, hogy a részecskék kölcsönhatása nagyon erős, helyhez kötött a rezgőmozgás, a halmaz alakja állandó, és itt úgy mondja, hogy határozott, hát régen úgy mondták, hogy a halmaz térfogata állandó. De tulajdonképpen ez azt jelenti, tehát a szilárd anyagra jellemző az állandó alak és állandó térfogat. A szilárd halmaz állapotnál a következőről kell még beszélnünk. A szilárd halmaz állapotnak két közismert szerkezeti formája van. Az egyik szerkezeti forma az úgynevezett rendezett szerkezeti forma, a kristályos forma, a másik pedig az úgynevezett amorf vagy rendezetlen szerkezeti forma. Nézzük meg a két típusnak a főbb jellemzőit. Tehát mi a jellemző a két típusra? A kristályos anyagok határozott olvadásponttal rendelkeznek, hasadnak, elemi cellák építi fel, és polimorfizus jellemző több alakútság, például a közönséges konyhasó, nátriumklorid, vagy a szilícium-oxid, vagy kvarc. Ezzel szemben az amorf anyagok nem kristályosok, nem meghatározott a térszerkezetük, Nincs szabályos hasadás, az olvadáspontjuk nagyon jellemző, hogy nem egy pont, nem egy hőmérséket, nincs éles olvadáspont. Például a paraffin vagy az üveg, az üveg tipikus példája, nincs felsorolva még az opál is ide tartozik, ez a féldrágakő. A következő, amiről beszélnénk, nézzük meg egy kicsit a kristályos anyagoknak a e, szerkezetét. A kristályos anyagoknak azt mondtuk, hogy szabályos térrácsa van, tehát a rácspontokban lévő e, felépítő részek, atomok, ionok megfelelő távolságban helyezkednek el egymástól, ez a távolság ez meghatározott, tehát szabályos térácsot alkotnak. Az a szabályos belső szerkezet tulajdonképpen a kristályos anyagoknál a külsőn is meglátszik. Tehát láthatjuk a kristályoknak, nagyon soknak nagyon jellegzetes, szép térformája van, tehát a szabályos belső szerkezet úgymond a kristályon kívülről is tükröződik. A kristályos anyagokra jellemző még, tehát mondtuk, hogy az anyagokra jellemző, a szilárd anyagokra, a kristályos anyagokra is jellemző, hogy melegítés hatására a benne lévő részecskéknek a rezgő mozgása egyre erőteljesebb lesz. Végül ez a rezgő mozgás olyan erőteljes lesz, hogy kiszakadnak a kristályrácsból. A kristályos anyagoknál, amikor ez megtörténik, ez az úgynevezett olvadás. Ezt mindenki ismeri, meghatározott sok anyag esetében. Egy egyszerű példát mondanék, hogy a jég esetén a ami ha víznek a szilárd halmazápotája, ez a olvadáspont, ez nulla fok. A kristályos anyagoknak tehát meghatározott az olvadáspontja, a kristályos anyagok olvadáspontja függ attól, hogy milyen kristályról van szó, tehát az anyag minőségtől, és függ a kristály szerkezetétől is, tehát még egyszer mondom, ez egy meghatározott hőmérsékleti ponton, tehát az olvadás egy meghatározott hőmérsékleti ponton következik be. A szilárd anyagok másik típusa lesz az amorf anyagok, tehát az amorf a szilárd kristályos anyagokkal szembe, ugye a szerkezetük nem olyan szabályos, tehát a térszerkezetük se szabályos, ezért az olvadáspontjuk se egy meghatározott hőmérsékleten történik. Egy nagyon szép példát láthatjuk, tehát ez az amorfanyag, amit ugye nagyon sokan elfogadnának, látjuk, hogy gyönyörű színjátéka van, ez egy nyers opál, ugye ez megmunkálva, csodálatos színekbe pompázik, tehát ezt is csiszolják és közkedvelt a emberek körébe, a divatot kedvelő körébe. Ausztráliában például nagy opálbányák vannak, hogy sok ilyet találtunk. A következő, amiről még szót kell leheteni, az amorfanyagok tipikus képviselője az üveg. Az üvegről ugye tudjuk a mindennapi életbe, hogy aki már járt ilyen helyen, ha valaki Velencébe járt, akkor egy üvegműves műhelybe biztos vezetett az útja, mert oda elviszik a turistákat. A üveg jellegzetes tulajdonsága, ugye, hogy nem adott egy hőmérséket olvad meg, hanem úgynevezett lágyulás jellemző rá. Tehát az üveg melegítésekor az üveg lágyul, tehát fokozatosan olvad meg, és az üveg feldolgozásnál, az üveg művelésnél ezt használják ki. Az üveg általános értelemben amorf szilárd anyag, melynek egyes tulajdonságai a folyadékokra jellemzőek. Az üveg olyan keverék anyag, amely lehűlés közben kristályosodás nélkül jut mechanikailag szilárd állapotba. A gyártás során a folyékony ömledék és az üvegszerűen megszilárduló késztermék közötti állapot folytonos, nincs köztük éles határ. Ellentétben a szilárd kristályos anyagokkal az üvegeknek nincs határozott olvadáspontjuk, csupán viszkozitásuk változik hevítés és hűtés hatására. Az üveg tisztulását különböző adalékanyagokkal lehet elérni, és szintelen jó átlátszó képességű fehér üveghez jutni. A kezdőművelet az alapanyagok bemélése és kohósítása. 1200-1600 fokra hevítve az összetevőket, azok megolvadnak, és keverés közben átlátszó masszává folyékony üvegé alakulnak. A kellő színezés után következhet az alakadás, azaz a formálás művelete, illetve sok esetben művészete. Például az iparművészetben a régebben és bizonyos finom tárgyaknál ezt ma is üveghúvással végzik. Nagyipari módon húzással, hengerléssel, extrudálással, öntéssel, sajtolással, vágással, a szálba húzott üvegből pedig a végén még szövéssel is alakítják az üvegipari termékeket. Tehát a halmazállapot változásokról fogok most beszélni. A halmazállapot változás kapcsán meg kell említeni, hogy a különböző halmazállapotokban a részecskék összekapcsolódási módja tér el egymástól. Tehát emlékezzünk még egyszer vissza, hogy a folyékony halmazállapotnál erőteljesebb volt az összekapcsolódás, a szilárdnál volt a legerősebb, és a gáz halmazállapotnál szinte teljesen elhanyagolható volt az összekapcsolódás. Egy nagyon egyszerű anyagot, ha megvizsgálunk, fagyasztóból ha kiveszünk jégkockákat, ugye a fagyasztóban jégkockák mondjuk gyengébb fagyasztónk van, gyengébb működésű, mínusz 10 fokos a jégkockán. Nézzük meg, hogy ha melegítjük ezeket a jégkockákat, mi történik a szilárd vízzel, a jéggel. Tehát tudjuk, hogy ha melegítjük a jeget, akkor a következő változás történik. Tehát elkezdjük a jégkockát melegíteni, elindulunk mínusz 10 fokról, mínusz 10 fokos hőmérővel nézzük a jégkockának a hőmérsékletét. Melegítés hatására ja, természetesen azt fogjuk tapasztalni, amint a görbén is látjuk, hogy a hőmérséklet a jégkockának emelkedni fog. Míg el nem ér egy úgynevezett nulla pontot, ez az olvadáspont, ahol láthatjuk, hogy nem emelkedik tovább a hőmérséket. Tehát a jég olvadása jellemző, hogy amíg a jég halmaz állapota, tehát az energia, amit befektetünk, nem a hőmérséklet növelésére, hanem a halmaz állapot megváltoztatására fordítódik. Folytató, Ebben a helyzetben a szilárd halmazállapotú jégből folyékony halmazállapotú víz lesz. Ha tovább folytatjuk a melegítést, természetesen, amikor az összesség megolvad, tehát a halmazállapot megváltozott, a jégből víz lett, és a víz további melegítése során természetesen a hő most már a víznek a melegítésére fordítódik. Hát ez természetesen, ez az egyenes tovább folytatódik akár száz is, de ezt majd a másik alkalommal nézzük meg. Azt a hőmérséketet, ahol a halmazállapot változás megkezdődik, tehát a szilárd halmazállapotból folyékony halmazállapot lesz, ezt olvadáspontnak nevezzük. Természetesen ez nem csak a jégnél, bármilyen anyagnál ez előfordul, amikor a szilárd halmazállapot ugye folyékony halmazállapotba megy át. A következő, amiről beszélnénk, ugye a forráspont, tovább fogjuk melegíteni a vizet. Ha a vizet tovább melegítjük, akkor a folyékony halmazállapot esetén a következő fog történni. A folyékony halmazállapot melegítésekor ugye eljutottunk már a nulla fokon. ahogy melegítjük, melegítjük a vizet, természetesen ugye a víz melegítése egyre nagyobb lesz a víznek a hőmérséklet, még el nem érünk az úgynevezett forráspont értékig. Itt az történik, hogy a folyékony halmazállapotú víz átmegy a gázhalmazállapotú vízbe, amit más szóval gőznek is szoktak nevezni. Ez az úgynevezett forráspont érték, a víz esetén ez 100 Celsius fok. Ez is van beállítva a Celsius kállánk tehát az olvadáspont 0 Celsius fok a víznél, a forráspontja pedig 100 fok Celsius. Láthatjuk itt is, hogy egyenest marad a szakasz, hát ezt otthon is elvégezhetjük, amikor otthon forraljuk a vizet, és ha elfelejtkezünk róla, egy idő után azt veszük ész végre, hogy már csak a lábos ég és a vízünk eltűnt. Tehát előfordult, hogy teljesen a víz átalakult gázzá, amit ugye gőznek is szoktunk nevezni a víz esetében. Tehát amikor ez megtörtént, ugye akkor el, átalakult a halmazálpot, tehát folyékony halmazállapotból átmentünk gázhalmazállapotra. Ez az olvadás és forráspont jellemző az anyagokra. A forráspont jellemző az anyagi minőségre, de a forráspont azt tudni kell, hogy nem csak az anyagi minőségtől, hanem a nyomástól is függ. Tudjuk, hogy a víz esetén magas hegységekben a víznek a forráspontja alacsonyabb, tehát alacsony nyomáson kisebb a forráspont, nagyobb nyomáson pedig nagyobb. Ezt a kukta kapcsán már említettük ennek gyakorlati hasznát is, tehát természetesen magas hegységekben kevésbé fő meg az étel, mert alacsonyabban fog forni a víz, tehát ez hátrányos is lehet. Amit még tudni kell ennek kapcsán, ugye a forráspont, olvadáspont kapcsán, hogy mi melegítjük a rendszer. Tehát mi közlünk hőt a rendszerrel, ahhoz, hogy a rendszer halmazállapotot tudjon váltani, energiát kell, hogy felvegyen. Tehát a ez az energia, ugye mi közöljük a rendszerre, az ilyen folyamatokat úgy nevezzük, hogy endoten folyamat. Az endoten folyamatok kapcsán még egy dolgot meg kell említeni, az úgynevezett párolgás. Mindenki tapasztalja, hogy nyáron, ugye, amikor vízből kiszállunk, és párolog rólunk a víz, fázunk. Tehát ahhoz, hogy a víz eltávozzon a testünkről, ehhez energiára van szükség, és ezt az energiát úgymond tőlünk nyeri a víz, és ezért ugye hűti a testünket, de ennek haszna is van, tehát ez a párolgás ugye biológiai szempontból is hasznos, mert a hőgutától akár megvéd bennünket ez a párolgás, bizonyos esetekben ez nagyon hasznos is lehet. Azt mondtuk, hogy a hő szükséges ahhoz, hogy az olvadás ponton, tehát hogy a szilárd halmazállapotból folyékonyba menjünk át, illetve hő szükséges ahhoz is, hogy folyékony halmazállapotba hőt kell közölnünk, hogy egy folyékony halmazállapotból gázhalmazállapotba menjünk át, ezt mindenki tudja, amikor melegítjük a vizet a tűzhelyen. Tehát akkor a fordított hatás, amikor a gázhalmazállapotanyag lecsapódik, akkor az nem hőt igényel, hanem ez hőtermeléssel jár, az ilyen folyamatokat exotán folyamatoknak nevezzük. A gőznek a lecsapódását a köznapi életben is kihasználjuk, a nagyon sok ember élvezi ennek előnyét, tulajdonképpen a távfűtés is ezen alapul, amikor forró vízgőzt vezetnek be a vezetékekbe, és ugye a vízgőznek a lecsapódásakor a leadott hővel fűtjük a lakásokat. A távfűtés során az épületek, városrészek közös hőközpontból történő fűtése csővezetékeken keresztül továbbított gőzzel vagy forró vízzel történik. A gőz a lecsapódáskor felszabaduló hőt adja hát a lakótérnek. A forró víz hőmérsékletének csökkenése szintén jelentős hőleadásával jár. A távfűtés előnyei, hogy a tüzelés gazdaságos. Az egyes házaknak, háztartásoknak nincs szüksége tüzelőanyagtárolásra, a tűzveszély csökken, a környezetvédelmi szempontok jobban érvényesíthetők. Hátránya azonban a nagy hőveszteség. Nézzük tovább a vízünket, ugye elértük a víznél a folyékony halmazállapotot, tehát nézzük tovább, hogy mi történik, hogyha ezt a vizet tovább hűtjük. Tehát az előzőekkel ellentétes folyamat történik, természetesen ugye a hőmérséklet ugye folyamatosan csökkenni fog, még nem elérünk az úgynevezett fagyáspontig, tehát a folyékony halmazállapotú víz az 0 fokon meg fog fagyni. Ebben az esetben, ugye, amikor lecsapódik egy anyag, tehát amikor gázhalmazállapotból folyékonyba megyünk át, illetve folyékony halmazállapotból átmegyünk szilárd halmazállapotba, rendezettebb lesz az anyag szerkezete. Ilyenkor a rendezettebb szerkezet azt jelenti, hogy kisebb lesz a belső energiája, és bármilyen meglepő, a külső energia, tehát a környezet energiája nő, bár ugye fagyásnál nem ezt tapasztaljuk, tehát a hőmérséklet az anyag rendezettségére fordítódik, tehát ilyen esetekben ezek a folyamatok az úgynevezett exotén folyamatok. Tehát az előző, amit mondtunk ugye, hogy a melegítés hatására, az olvadás, meg a forrás az endotán folyamat volt, tehát energiát közöltünk, befelé megy az energiarendszerbe, itt meg kifelé megy a rendszerből, tehát a lecsapódás és a fagyás, szintén ezek exotén folyamatok. Meg kell, hogy ismerkedjünk egy speciális halmazállapot változással, egy különleges esettel. Mindenki hallotta már ezt a közmondást, hogyha valaki ilyen embert ismer, akkor eh, megmutathatja nekem is, de van ilyen ember, tudjuk. Azt mondják valaki, hogy eltűnik, mint a kánfor. Tehát pillanatok alatt úgymond el tud tűnni, tehát a szilárd halmazállapotból úgymond légneművé válik. Ezt másnál is tapasztaljuk, tehát a kánfor képes erre, hogy úgymond ugrik halmazállapotot, majd erről is beszélünk, illetve képes erre a naftalin is, a többször emlegetett jód, a jód mindig előkerül, tehát a szilárd halmazállapotból az is áll, a és a közkedvelt száraz ég, amit a koncerteken, a rock koncerteken előszeretettel alkalmaznak, a fagyasztott szilárdhalmazápot, a széndiokszid egyből gázhalmazápotba is hatalmas füsttel, tehát ez nagyon látványos tud lenni a koncerteken. Na most ez a jelenség az úgynevezett sublimáció jelensége. Tehát tulajdonképpen ez egy érdekes jelenség, mert itt kimarad egy halmazállapot. Tehát ilyen esetben a szilárd halmazállapot után nem következik a folyékony, hanem úgy mond, a szilárd anyag ugrik egyet, tehát ugrunk egy halmazállapotot, és a szilárd halmazállapotból egyből gázhalmazállapotba kerülünk. Jót kísérlet volt, amikor jódot melegítünk, tehát a szilárd halmazálpot, jód egyből gáz, lila színű gázokat kell bocsájtani. ezt használják ki, amikor a naftalint kihasználják, például ugye, hogy gázhalmazállapotba megy át, hogy ez a gáz ez úgymond írtja a molylepkéket, tehát ezért használják ki ezt a tulajdonságát. A szublimáció olyan halmazállapot amelynél a szilárd halmazállapotú anyag átmegy gőzállapotba melegítés hatására, anélkül, hogy közben folyékony állapotot venne fel. Energia kell a folyamat végbemenéséhez, ezért endoterm reakcióról beszélhetünk ellentét, a légnemű anyag megszilárdulását kristályosításnak, deszublimációnak nevezzük. Ennél a folyamatnál viszont az anyag adta le az energiát a környezetének, ekkor már exoterm reakcióról beszélünk. A sublimáció jelenségét többféle célból is felhasználják, ezek esetén nem kell valami különlegességre gondolni, a mindennapi életben is találkozhatunk velük. Például koncerteken mesterséges köd létrehozására, amely az előadást is látványosabbá teszi. Milyen haszna ennek a szublimációnak? Hát tulajdonképpen bizonyos esetekben fel lehet ezt használni. Két anyag ha össze van keverve, és a következőt tudjuk megnézni. Hát összekeverünk mondjuk közönséges sót és közönséges jódot. A jód az képes szublimációra, a só pedig nem képes. Tehát a közönséges só, elvégeztük a kísérletet, jódot és sót összekevertünk, nátriumkloridot. Látható, hogy felül az elszublimált jód, ami lecsapódott, tehát a gázhalmazálpatú jód az visszacsapódott a kémső falára, ez a szürkeszínű réteg, és jól látszik alatta a konyhasó az visszamaradt ilyen fehér színnel, tehát a konyhasót azt úgymond el lehet választani ezzel az egyszerű módszerrel a szilárd jóttól. jótól Nézzük meg, hogy a különböző rács típusokban tehát a halmazálpot változás mit eredményez. Egy részt nézzük meg azt, hogy az áramvezetés hogy változik, és megnézzük azt, hogy hogy változik a résztvevő alkotók között a kölcsönhatás. Tehát az első, amit megismertünk, az úgynevezett ionrács lesz. Az ionrács egy rácspontjaiban erről már volt szó, ugye ionok találhatók, a közönséges konyhasó megint jó példa, rácspontból nátrium és klorid ion található, köztük nagyon erős elsőrendű kölcsönhatás működik. Tehát a rácspontok között a összetartó erős. erős. Tehát nézzük azt, hogy az ionrács szilárd halmaz áramvezetés szempontjából hogy viselkedik. Tehát áramvezetés. A szilárd halmaz az ionrács hiába ionok vannak a rácspontokban, de az áramvezetés az az kell, hogy a töltés hordozók elmozduljanak. Tehát tudjuk, hogy az ionrácsos anyagok a közönséges konyasó oldalék és oldatformába vezeti az áramot, viszont áramvezetés szilárd formában nincs. Ha megnézzük, folyékony halmazállapotban, ugye most mondtuk, hogyha megolvasztjuk, tehát olvadék formájában, tehát folyékony halmazállapotban, akkor természetesen van elmozduló hordozók További melegítés hatására a halmazállapotba megy az ionrács, ugye akkor megint eltávolnak egymástól a alkotók, tehát különálló ionpárok alakulnak ki, szintén nincs áramvezetés. Nézzük a következő halmazállapotot. Ugye a halmazállapotra jellemző a szilárd halmazállapotban a molekularács. A molekularácsra, hogyha visszaemlékszünk, ugye a molekularácsra az volt a jellemző, hogy a másodlagos kötőerők vannak a molekulák között, tehát ez egy viszonylag gyenge kölcsönhatás. A molekulák ugye általában az a jellemző a molekularácsos anyagokra, hogy szilárd állapotban, tehát áramvezetés, már csak rövidítek, szilárd állapotban áramvezetés nincs, tehát természetesen akkor folyékony állapotba se lesz, ott sincs, és akkor gázhalmaz szintén nincs. Van egy nagyon erős kölcsönhatás, ugye a szilárd anyagoknál az atomrácsos. Emlékezzünk a gyémántra, hogy ugye a legkeményebb anyag volt, tehát az atomrácsos anyagoknál, szilárd halmaz ugye nincs áramvezetés, a másik módosulatának, a gyémántnak emlékeztünk, akkor grafitnak volt, de mondtuk, hogy a grafit három rácsípus keveréke, tehát ott azért az nem tisztán atomrácsos. Folyékony halmazállapotban szintén nincs áramvezetés, és gázhalmaz állapotban ebből következik szintén nincs. Tehát amikor változtatjuk a halmazállapotot, az áramvezetés így változik. Nézzük meg ugye az atomrács után, még ezt odaírom, hogy áramvezetés, és végül egy rácsípus maradt ki. Tudjátok, hogy ez mi lehet a fémrács. Hát a fémrács, ha csodha ismeritek, meg a fémnek a tulajdonságára még emlékeztek, akkor egyszerű a dolog, hogy áramvezetés ugye szilárd állapotban van. Természetesen ugye megolvasztjuk az anyagokat, olvadék állapotban is van áramvezető képessége a fémrácsos anyagoknak, gázhammaz állapotban már viszont itt sincs, tehát külön kerülnek a részecskék, Nincs köztük kapcsolat. Tehát, ha megnézzük a minket körülvevő világot, ugye először is vissza kell térnünk ugye a periódusos rendszerhez, a mengyelefél periódusos rendszer többféleképpen is megjelenik. Van olyan periódusos rendszer, aminek az a jellegzetessége, hogy az anyagoknak a halmazállapotát is feltünteti. Tehát, az ember találkozik ilyen periódusos rendszerrel, akkor azt is meg tudja nézni, hogy a különböző anyagok milyen halmazállapotban fordulnak elő. Ha látjuk, hogy a táblázatból, hogyha ránézünk, hogy egy pillanat alatt látszik, hogy négyféle szín van, majd arról beszélünk, hogy mi ez a négyféle szín, ugye nem csak a halmazállapotra utal, hanem egy más egyéb tulajdonságot is, ezt is meg fogom menni, hogy mit jelent. Aki ismeri a periódus rendszer, meg ismeri az elemeket, az egyből tudja, hogy a zöld színnel jelzett, ugye a zöld színnel jelzett, itt be is karikázom, ugye itt már be van karikázva, pillanat rajzolunk, tehát a zöld színnel jelzett ugye a hidrogén, meg ez a rész ami zöld színnel van jelezve, az gázhalmazállapotú. Tudjuk, az utolsó oszlop úgy is hívják, hogy nemes gázok. A halogének között a fluorklór, az oxigén is gázhalmazállapot, a nitrogén is, és a hidrogén, amivel az egész periódusos rendszer kezdődik, tehát a bal felső szélen a hidrogén. Nem sok anyag van jelölve kék színnel, hát kék színnel, stílszerűen ugye a folyékony halmazállapototot jelöljük, hát itt található halogének közül a bróm, ugye, ami szintén kék színű, és az egyetlen, folyékony halmazállapotú fém a higany. Ugye valaki higany mozgású, ugye arra, hogy nagyon laza a mozgása, tehát higany mozgású. Látjuk, hogy ugye majdnem mindent bekarikáztunk, még két szín maradt. A két szín, tehát a fémek többsége, ugye a fémek, illetve a nem fémek egy része is, első oszlopban ugye a alkáli fémek, alkáli földfémek, illetve az átmeneti fémek találtók, ami feketével van jelölve, tehát nincs beszínezve, azok szilárd halmazállapotok. Igen, ám valakinek feltűnhet az, hogy hát lila színnel is vannak különböző anyagok jelezve. Ez a periódus rendszer nem csak arra utal, hogy a halmazállapotra, ez a periódus rendszer még abban is segít bennünket, hogy melyik az úgynevezett mesterséges elemek. Tehát általában ugye a periódus rendszer hátulsó részében, tehát vannak, ami előrébb van, azok mesterségesen eleállított elemek, a Földünkön. Érdekes módon, hogy a 43-as rendszer, a technécium, a neve is az, hogy technikailag előállított, tehát ezek mesterségesen előállított elemek, tehát itt a szín nem a halmazállapotra utal. Vannak vegyületek is. vegyületek is különböző halmazállapotba fordulnak elő. Vannak vegyületek, ugye, ami szilárd halmazálpotú, vannak természetesen gázhalmazállapotú vegyületek, például az ammónia gáz, az gáz a nevében is benne van egy ammónia, NH3 nitrogén és hidrogénnek a Gáza, tehát itt a közönséges amónia, tehát az gáz, akkor írjunk fel egy vizet. A különböző kristályos anyagok pedig, megyünk maradjunk a közönséges konyha sónál, nátrium klorid, az pedig kristályos szerkezetű anyag. Tehát mind a három, erre találtunk példát a különböző vegyületek köréből. Nézzük tovább, vannak még az úgynevezett keverékek is. A keverékek, a binket körülvevő levegő, ugye ezt mindenki tudja, hogy bár nem látjuk, de tanultuk már, eddig is, meg már át is hogy a levegő 21%-a körülbelül oxigén, 78%-a nitrogén, stb. 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 Tehát a levegő egy gázkeverék. Természetesen ugye vannak az oldatok, például azok a folyadékok, tehát olyan keverékek, ami folyadékok, vagy nagyon közismert, gazdaságunk nagyon jelentős keverék, ugye gazdaságot is befolyásolja a kőolaj, vagy a szilárd keverékekre nagyon jó példa ugye az érc, ami szintén ugye a fémeket állítják elő, tehát ezek nagyon fontos anyagok. Egy kérdést szeretnék feltenni, miért jó, hogyha nyáron nagy melegben a hajunkat? Ha jól figyeltetek az előadás során, az adás során, akkor tudjátok a választ, ha nem, akkor adásunkat visszanézhetitek a honlapunkon. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!